fehér-orosz főváros Minszk teljes gőzzel készül az európai játékokra, amelyen 4000 sportoló mérettetik meg. Ez a második ilyen sportesemény, az elsőt 2015-ben Azerbajdzsánban rendezték. Az Európai Olimpiai Bizottság akkor Hollandiának adta a második rendezési jogát, ám ők pénzügyi okokra hivatkozva visszaléptek. Minszk helyzete, körülményei egészen egyedülállók. Nem kell nagy pénzeket költenünk az infrastruktúrára, a rendezvényhelyszínekre. Csak fel kell újítanunk őket, és felkészíteni, hogy megfelelő helyszínű szolgáljanak a mérkőzéseknek. Az érmekért 15 különböző sportágban vetélkednek majd a játékosok, a ritmikus gimnasztikától, a birkózáson és strandfocin át, a kosárlabdáig. A minszki születésű sportoló Jekatyerina Galkin is versenyezni fog. A mindössze 22 éves tornász napi 9 órát edz. Az európai játékok számomra az év egyik legnagyobb megmérettetése. Jövőre lesz az olimpia, aztán már látszik a fény az alagút végén. Addig viszont természetesen a legjobb eredményt szeretném produkálni. A 20 éves pingpongozó Alexander Kanin is gőzerővel készül. 6 éves kora óta űzi ezt a sportot. A mostani tét nem kicsi. A minszki játékok az olimpiai kvalifikációt hozhatják el számára. Ez egy jelentős, nagyon nagy verseny. Még csak ez a második, és nagyon különleges nekem, mert az elsőn, a bakuin nem voltam ott. Minden tőlem telhetőt megteszek. Remélem, sikerül, amit elterveztem. De nem csak élsportolóktól fog hemzsegni a fehér-orosz főváros, hanem szurkolók tömegétől is. Hogy megküzdjenek egy ekkora emberáradattal, elektromos buszokat vetnek be. Ezek a buszok sárgák és abszolút környezetbarátak. A legfontosabb útvonalakon ezek a járművek futnak majd. Több mint 80 ilyen buszról van szó. A látogatók így könnyűszerrel eljuthatnak egyik mérkőzés helyszínétől a másikig úgy, hogy csendes, környezetkímélő, barátságos buszokra szállnak. Minszk városa emellett további innovációkra is nyitott, legyen szó virtuális valóságról vagy mesterséges intelligenciáról. Az informatikai startup szektor valósággal virágzik. A Synesis nevű cégnél szinte kizárólag fiatalok dolgoznak. Egy speciális, egyszerűen használható, informatív alkalmazást fejlesztettek ki a játékok idejére. Hol lesznek az egyes mérkőzések? Milyen sportág, mely programja, mikor lesz? Hol lehet jegyet kapni? Ezek az infok mind-mind megtalálhatók lesznek az applikációban. És emellett Fehér Oroszország látnivalóit, Minszk nevezetességeit is bemutatja. Nagyon érdekes egy app. Ezen kívül egy digitális platformon is dolgoznak, amely a szervezők munkáját hivatott segíteni. Az összes felmerülő logisztikai információt gyűjti össze egy helyen. Games Management System. A menedzsment rendszer szerintem az esemény adja maga, természetesen a vezetés után. Például segítünk az akkreditáció, az elszállásolás, az érkezések, a közlekedés lebonyolításában. És persze nem titkolt szándék az sem, hogy a város hosszú távon profitáljon egy ilyen volumenű, jól sikerült, rendben levezényelt eseményből. Több mint 8000 fiatal önkéntesünk van, dinamikus, energikus emberek dolgoznak a játékok ideje alatt és után is. Tehát nem az történik, hogy pénzt költünk a játékokra, hanem pénzt fektettünk be a játékokba. A modernizáció, az infrastruktúra fejlesztése, a város környezetbarátabbá tétele magának a városnak van hasznára. A résztvevő versenyzők számára megkezdődött a visszaszámlálás a játékok első napjáig, azaz június 21-éig. Jekatyerina népes szurkolótáborra számít, amikor a Minszki arénába lép. Egy csomó barátom, a családtagjaim természetesen ott lesznek. Remélem, ez segíteni fog. És remélem, minden úgy alakul, ahogy elterveztem. Az európai játékok június 21-től 30-áig tart.